Egymás után érkeztek a bennlakók és a külső kosztosok. Köszöntek egymásnak, és elkezdték azt a semmit mondott társalgást, amely bizonyos párizsi körökben elmészségnek számít. Alapjellege az ostobaság, értéke pedig leginkább a mozdulatokban és a kiejtésekben van. Ez a tolvajnyelvféle folyton változik. A tréfa, amelyből táplálkozik, sohasem él tovább egy hónapnál. Egy politikai esemény, egy esküdszéki per, egy utcai nóta, egy színész mókázása, a féle lendíti ezt a könnyű szellemi tornát, amely úgy bánik a gondolatokkal és szavakkal, ahogy a labdát röpítik ütőről ütőre a játékosok. A dioráma, az új találmány, amely a panorámánál magasabb fokra emeli az optikai csalódást, néhány festőműterembe divatba hozta a tréfás ráma nyelvet. Ezt a szótorzítást az egyik törzsvendég, egy fiatal festő a Voké panzióban is meghonosította. Mondja, kedves Poiré urram, kérdezte a múzeumi tisztviselő, hogy van a becses gyomorrámája? Aztán, nem várva meg a választ, Kutrnéhez és Viktorihoz fordult. Hölgyeim, önök szomorúak! Vacsorázunk? Kiáltotta Horász Biáson orvostan hallgató, Rastignac barátja. A gyomrocskám leszáll egész a sarkamig. Komész fatyorráma van, szólt Votren. Adna egy kis helyet, Gorió bácsi, nézze meg az ember. A lába elfoglalja az egész kályhanyílást. Tisztelt Votren uram, okvetetlenkedett Biason. Miért mond fagyorámát? Ez helytelen. Fagyorámát kell mondani. Dehogy is, mondta a múzeumi ember. Fagyoráma a szabályos, úgy, mint lefagy a lábam. Júj! Itt van Rastignac Márki úr, ő kegyelmessége, a jogcsavarás doktora, kiáltott Biason, és megszorongatta Jean torkát, majd, hogy belé nem folytotta a szuszt. Ha-ho! Gyertek, ha-ho! Csendesen belépett, Mizsonó kisasszony szó nélkül üdvözölte a társaságot, és leült a három nő mellé. Mindig ditergek, ha ezt az öreg denevért látom, súgta Biason Votrennak, Mizsonó kisasszonyra célozva. Nem hiába tanulmányozom Gall rendszerét, Júdás dudorokat látok rajta. Ismerte őt régebben, uram? Kérdezte Votren. Ki ne találkozott volna vele, válaszolta Biason. Becsület szavamra, ez a sápat vénlány úthat rám, mint azok a hosszú pondrók, amelyek végül szétmálasztják a gerendát. Látja, fiatalember? Ez az, mondta a 40 éves férfi, pofaszakállát fésülve. Ő rózsa volt, s miként a többi rózsák egy reggel elvirult. Tyiha! Itt a pompás leves ráma, szólalt meg Poiré, meglátva Krisztofot, amint ünnepélyesen behozta a leveses tálat. Megbocsát, uram, mondta Vokéné, ez káposztaleves. Fiatal emberek felkacagtak. Poiré felsült, Poiré megkapta. Voké mama két ponttal vezet, szögezte le Votren. Megfigyelte valaki a ma reggeli ködöt? Kérdezte múzeumi ember. Rémes, példátlan köd volt, szólt Biason. Gyászos, buskomor, zöld, folytogató, goriói köd. Gorióráma, mondta a festő, mert az orrunk hegyéig sem láttunk. Hello! Milord Gorió, önre ül Uan Szó. Gorió apó, aki az asztal végén ült közel az ajtóhoz, melyen át felszolgáltak, felemelte a fejét a régi kereskedői szokásból, amely időnként visszavisszatért nála, megszagolta az asztalkendője alól kivett darab kenyeret. Ejha! Szólt rá Vokéné éles hangjával túlsüvöltve a kanálcsörgést, a tányérzörgést és a beszélgetés zaját. Talán nem találja jónak a kenyeremet? Dehogy nem, asszonyom, válaszolta az öreg. Elsőrendű étampi lisztből készült. Honnét tudja? Kérdezte Özsem.
a fehérségéről, az ízéről. Talán az illatáról, hiszen szagolgatja, mondta Vokéné. Már olyan takarékos, hogy maholnap kitalálja, hogyan lehet a konyha szagával jól lakni. Kérjen rá szabadalmat, kiáltotta a múzeumi tisztviselő. Vagyont kereshet vele. Ugyan, hagyják. Csak el akarja hitetni velünk, hogy tésztagyáros volt, mondta a festő. Hisz akkor az ön orra valóságos göreb, szólt megint a múzeumi ember. Görcs ebb? Kérdezte Bianchon. Görbebb. Görögebb. Görögebb. Göndörebb. Gödrösebb. Görcsösebb. Görvélyesebb. Görkutya. Ez a 8 válasz futó tűzként röpködött a terem minden részéből, és annál nevettetőbb volt, mivel szegény Gorió apó együgyű képpel nézett asztaltársaira, mint aki valami idegen nyelvet igyekszik megérteni. Görbe? Kérdezte Votrentől, aki mellette ült. Görbedjen csak, édes öregem, felelte Votrent, és akkorá csapott Gorió apó fejére, hogy a sapkája benyomódott, és a szeméig csúszott le. Szegény öreg elhűlve a hirtelen támadástól egy pillanatig mozdulatlan maradt. Krisztóf elvitte a tányérját abban a hiszemben, hogy már végzett a levesével. Úgyhogy mikor Gorió feltolta a sapkát és tovább akart enni, kanal az asztalt érte. Az asztaltársakból kipukkadt a nevetés. Uram, mondta az aggasztján, ez rossz réfa volt, s ha még egyszer ilyesmit merészkedik tenni. Mi lesz akkor, papa? Vágta el szavát Votren. Valamikor csúnyán meglakolhat érte. A pokolban, ugye? Kérdezte a festő, abban a sötét kuckóba, ahová a rossz gyerekeket dugják. Ennyi, kisasszony, szólította meg Votren Viktorint. Ön semmit sem eszik? Talán bizony nem boldogult a kedves papával. Szörnyű ember, szólt Kutrné. Észre kell téríteni, mondta Votren. A kisasszony, szólt Resztinyák, aki elég közel ült Biasonhoz, pert indíthatna a tartásdíjért, hiszen nem táplálkozik. Néni, nézzék csak, hogy bámulja Gorió apó Viktorin kisasszonyt. Az öreg az evésről is megfeledkezett, le nem vette a szemét a szegény lánykáról, akinek arconásai igazi bánatot tükröztek, a félreismert atyát szerető gyermek bánatát. Barátom, mondta halkan Özsen, tévedtünk. Az öreg Gorió nem hülye és nem is gyenge. Alkalmazd rá a galféle módszert, és mondd meg, mit tartasz róla. Ma éjjel láttam, ahogy egy ezüstállat úgy összegyúrt, mint a viaszból lett volna, és ugyanakkor az arckifejezése rendkívüli érzelmeket árult el. Élete sokkal rejtelmesebbnek látszik, sem hogy ne lenne érdemes tanulmányozni. Úgy van, Biason, hiába nevetsz, nem tréfálok. Egyetértek veled abban, hogy az ember orvostudományi eset. Ha akarod, felboncolom. Az nem. Csak tapintsd meg a fejét. Attól tartok, a butaság a ragadós. Másnap Rastignac nagyon elegánsan kiöltözött, és délután 3 óra tájt elment Röstónéhoz. Útközben átengedte magát a bolondul csapongó reményeknek, amelyek oly izgalmasan megszépítik a fiatalok életét. Olykor nem törődnek akadályokkal és veszélyekkel. Mindenben a sikert látják. Játszik képzeletükkel, költőivé színezik prózai létüket, és maguk idézik fejükre a boldogtalanságot vagy szomorúságot olyan terveik meghiúsulásával, amelyek még csak féktelen vágyaikban éltek. Ha nem volnának tudatlanok és félénkek, fölborítanák a társadalmat. Özsen nagyon vigyázva lépkedett, nehogy besározza magát, de folyton arra gondolt, mit mond majd Resztónénak. Elméjében elraktározta egy képzeletbeli társalgás előre kieszelt fordulatait, szellemességekre, teheráni mondásokra készült, feltételezve, hogy holmi kis körülmények kedveznek majd jövőjét megalapozó vallomásának. Közben jó sáros lett, úgyhogy kénytelen volt
a palérojánál kifényesíteni a cipőjét meg a nadrág szárát. Lennék csak gazdag, mondta magában, amikor fölváltotta az 5 frankost, amelyet baj esetére vett magához. Akkor kocsin jöhettem volna, és zavartalanul átgondolhattam volna mindent. Végre ott volt a Helder utcában, és Resztó grófné után kérdezősködött, mint aki biztos majdani diadalában hideg düvel állta az emberek fitymálló pillantását, akik látták, hogy gyalog jött át az udvaron, és nem hallották, hogy kocsi állt volna meg a kapu előtt. Annál érzékenyebben érintette ez a pillantás, mert már akkor érezte alsóbb rendűségét, amikor az udvarba lépett, és pompás lovat pillantott meg egy elegáns, kétkerekű bricska előtt. Pazar életmód fényüzését fitoktatja az ilyen fogat, amely Párizsban a nagyúri jólét természetes velejárója. Egyszerében elment a kedve mindentől, mintha bezárultak volna agyának rekeszei, melyekről azt hitte, tele vannak elmészséggel. Úgy érezte, elbutult. Egy inas bejelentette a grófnénak a látogatót. Özsen, mi alatt a válaszra várt az előszobában, az egyik ablak előtt, fél lábára nehezedve a párkányra könyökölt, és gépiesen nézett ki az udvarra. Sok hallotta az eltelt időt, és el is ment volna, ha nincs meg benne a délvidéki szívosság, amely csodákra képes, mikor egyenest halad a célja felé. Uram, mondta a komornyik, a grófné buduárjában tartózkodik, úgy el van foglalva, hogy nem is felelt nekem, de ha uraságod volna olyan szíves a szalomba fáradni, ott már van valaki. Rastignac megcsodálta a ma ijesztő képességét ezeknek az embereknek, akik egyetlen szóval megvádolják vagy elítélik uraikat. Az ajtót, amelyen át a komornyik távozott, elszántan kinyitotta, nyilván el akarta hitetni a szemtelen lakályokkal, hogy ismerős a házban. De nagy szelesen olyan a helyiségbe tévedt, amelyben lámpák, pohárszékek, fürdőlepedők melegítésére való készülékek voltak, és amelyek egyfelől sötét folyosóra, másfelől melléklépcsőre nyílt. Az előszobából elfojtott nevetigélést hallott, ez betetőzte zavarát. Uram, a szalon erre van, mondta a komornyik színlelt tisztelettel, amely megint csak gúnynak hatott. Özsen olyan hirtelen fordult vissza, hogy megbotlott egy fürdőkádban, de szerencsére még idejében elkapta a kalapját, nehogy a vízbe pottyanjon. Ebben a pillanatban a kis lámpával megvilágított hosszú folyosó végében kinyílt egy ajtó. Özsen, Resztóné és Gorjó apó hangját hallotta, és egy csók cuppanását. Belépett az ebédlőbe, keresztül haladt rajta, a komornyikot nyomon követve az első szalomba ért, és az ablakhoz állt, mert észrevette, hogy onnét az udvarra láthat. Kíváncsi volt, vajon ez a Gorjó apó csak ugyan az ő Gorjó apója-e. Furcsán vert a szíve. Eszébe jutottak Votren rémes megjegyzései. Komornyik az ajtónál várta Özsent, de hirtelen egy elegáns fiatalember lépett ki a szalomból, és türelmetlenül mondta. Elmegyek, Moris. Mondja meg a grófnénak, hogy több mint fél óra hosszat vártam. A szemtelen ficsú úr, akinek nyilván joga volt a szemtelenséghez, valami olasz áriát dudolt, és az ablakhoz lépett, amelynél Özsen állt. Látni akarta a diák arcát, de meg ki is akart nézni az ablakon. Jobban tenné a gróf úr, ha várna még egy kicsit, a grófné éppen végzett, szólt a komornyik, és visszament az előszobába. Ebben a pillanatban ért az öreg Gorjó a kis lépcsőházon át a kapuhoz. Ki akarta nyitni az esernyőjét, és nem vette észre, hogy a nagy kapu sarkig tárva van, és könnyű kis hintón egy rendjeles fiatalember hajt be az udvarra. Gorjónak csak annyi ideje volt, hogy hátralépjen, nehogy elgázolják.
Az esernyő sejmétől kisé megbokrosodva a ló könnyű vágtába feljáró felé szökelt. Fiatalember dühösen nézett Gorió apóra, és mielőtt ez kilépett a kapun, olyan kényszeredett udvariassággal köszönt Goriónak, ahogy az uzsorásnak köszön valaki, ha éppen szüksége van rá, vagy ahogy egy lecsúszott embernek is megadja a köteles tiszteletet, de utólag restelkedik. Gorió apónyájas, barátságos fejbiccentéssel köszönt vissza. Mindez villámgyorsan játszódott le. Özsen figyelmét annyira lekötötte a jelenet, hogy észre se vette, nincs egyedül, de hirtelen a grófné hangját hallotta. Maximát elmegy? Kérdezte a hang kissé haragos szemrehányással. A grófné ügyet se vetett a kis hintó érkezésére. Rasznyák hirtelen megfordult, és ott látta az asszonyt fehér kasmírból vart, rózsaszín szalagocskákkal díszített kacérpongyolában. Hanyagul fésülködött meg, ahogy délelőtt a párizsi nők szoktak, jó illatot árasztott, biztosan az imént fürdött, amitől szépsége még frissebbnek, még kélyesebbnek hatott. Szeme nedvesen csillogott, egy ifjú szeme mindent meglát, szelleme úgy egyesül a nő tündöklésével, ahogyan a növény azokat az anyagokat szívja be a levegőből, amelyekre szüksége van. Özsennek sem kellett megérintenie a hölgy kezét, anélkül is érezte, milyen virulóan üdék. A kasmíron keresztül látta a mellek rózsaszínét. A kissé szétnyílt pongyola alól kivillant egy-egy kis mesztelen hely, amin szemét legeltethette. Grófné nem szorult fűzőre, csak az öv jelezte hajlékony derekát. Nyaka szerelemre csábított, lábai formásak voltak a papucsban. Mikor Maxim megfogta a kezét, hogy megcsókolja, akkor vette észre Özsen Maximot és a grófné Özsent. Á, ön az, Rasztinyák úr, örülök, hogy látom, mondta a grófné, olyan arckifejezéssel, amelyből ért az okos ember. Maxim hol Özsenre, hol a grófnéra nézett, tekintete érthetően kifejezte, hogy el akarja távolítani a betolakodót. Remélem, drágám, kitiltod a házadból ezt a legénykét. Ezt jelentette világosan és érthetően az orcátlanul fennéjázó fiatalember pillantása, akit Anasztazi grófné Maximnak szólított. És akinek arcát azzal az odaadó figyelemmel vizsgálta, amely egy nő minden gondolatát elárulja anélkül, hogy ő maga sejteni. Rasznyák heves gyűlöletet érzett a fiatalember iránt. Először is Maxim szépen fésült szőke haja ráeszméltette, mi szörnyen rendetlen az övé. Aztán meg Maxim cipői finomak és tiszták voltak, míg az övéi bármi óvatosan járt is az utcán, kisé besározódtak végül. Maxim a derekához simuló császárkabátban elegáns volt, mint egy szép asszony, míg Özsen most fél háromkor fekete frakkot viselt. A sarenvidéki ifjú elég okos volt ahhoz, hogy megértse, milyen felsőbbséget ad a ruházat a magas karcsú, kékszemű, halványarcú dendinek. Jól lehet az a fajta ember, aki képes lenne az árvák pénzét is elsikkasztani. Rösztóné nem várta meg Özsen válaszát, hanem sebben lobbal beszökött a másik szalomba. Hol szétnyíló, hol összezáródó pongyolája úgy libegett utána, hogy a pillangó röptér emlékeztetett. Maxim nyomon követte. Özsen dühösen csatlakozott hozzájuk. Együtt voltak hát hárman a nagy szalomban a kandalló mellett. Özsen tudta, hogy terhére van az utálatos Maximnak, de szánszándékkal terhére akart lenni, még ha magára vonja is a grófné rosszallását. Hirtelen eszébe jutott, hogy látta ezt a fiatalembert Bozianné báján, sejtette, milyen kapcsolat fűzi Resztó grófnéhoz, és azzal a fiatalos merészséggel, amely baklövésekre és nagy sikerekre vezet, így szólt magában.
Ez hát a vetélytársam, le fogom győzni. Az oktalan. Nem tudta, hogy Maxim de Trailles gróf ki szokta provokálni a sértést, azután elsőnek lő, és megöli az emberét. Özsen ügyes vadász volt, de céllövésben még nem vitte odáig, hogy 20 bábút eltaláljon 22 közül. Az ifjú gróf a kandalló sarkában álló karosszékbe vetette magát, fogta a piszkavasat, és oly heves, morcos képpel kotorta a tüzet, hogy Anastasie arca hirtelen elborulta. Fiatalasszony Özsenhez fordult, és hidegen kérdő pillantást vetett rám, mintha mondaná, miért nem megy már? Amire egy jó nevelt ember rögtön megtalálja azokat a szavakat, amelyeket a távozás szavainak nevezhetnénk. Özsen finomkodva mondta, asszonyom, siettem önnél tiszteletemet tenni, hogy lenyelte a folytatást. Nyílt az ajtó, és belépett az az úr, aki az imént a kis hintót hajtotta. Kalap nélkül volt, nem köszönt a grófnénak, aggodalmas pillantást vetett Özsenre, kezet nyújtott Maximnak, s testvérias hangsúlya, ahogy jó napot kívánt neki, nagyon meglepte Özsent. A vidéki fiatalemberek nem tudják, milyen kellemes az élet hármasban. Rösztó gróf, szólt a grófné a diákhoz férjére mutatva. Özsen mélyen meghajolt. Ez az úr, folytatta a grófné, most Özsent mutatva be férjének. Resztinyák báró úr, Marciákék révén Bozan vikomtné rokona, a vikomtné báján volt szerencsém vele megismerkedni. Marciákék révén Bozan vikomtné rokona. Csak nem ünnepélyesen mondta ezt a grófné, háziasszonyi büszkeséggel hangsúlyozva, hogy nála csak előkelő emberek fordulnak meg. Szavainak varázsereje volt. A gróf szertartásos hidegsége feloldódott, barátságosan üdvözölte a diákot. Örvendek a szerencsének, uram. Maga Maxim de Trailles gróf is meglepődve pillantott Özsenre, és tüstént levetette a kihívó modort. Ez a varázsütés, amelyet egy név említése idézett elő, egyszerre 30 rekeszt nyitott fel a délvidéki ifjú agyában, és visszaadta elmészségét, amelyre felkészült. Világosság gyúlt ki benne. Kezdett tisztán látni a párizsi társaságnak a számára eddig homályos légkörében, és ekkor már távol esett gondolataitól a Vokéház és Gorió apó. Azt hittem, a Marciák család kihalt, jegyezte meg Rösztó gróf. Úgy van, gróf úr, felelte Özsen. Déd nagybátyám, Rastignac lovag elvette Marciák család örökös nőjét. Egyetlen leánya feleségül ment Clarimbó marsalhoz. Bozianné anyai dédapjához. Mi vagyunk a fiatalabbik ág, amely annál is szegényebb, mint hogy egyik déd nagybátyám, az ellentenger nagy, mindenét elvesztette a király szolgálatában. Forradalmi kormány, amikor feloszlatta az indiai társaságot, nem ismerte el családunk igényeit. Nem, de az ön tisztelt déd nagybátyja 1789 előtt a bosszúálló parancsnoka volt. Igen. Akkor ismerte déd apámat, a Warwick parancsnokát. Maxim vállat vont, és tekintete, ahogy Rösztónéra nézett, ezt mondta, ezek most tengerészetről kezdenek beszélni, végünk van. Anastasie megértette a pillantást, a nők csodálatos színlelő képességével elmosolyodott, és így szólt. Jöjjön csak, Maxim, szeretnék valamit kérni magától. Uraim, önök csak hajókázzanak nyugodtan a Warwick és a bosszúálló fedélzetén. Fölállt és gúnyos alattomossággal intett Maximnak, aki indult vele a budoár felé. A morganikus pár. Ennek a csinos német kifejezésnek nincs megfelelője a franciában. Még az ajtóig sem ért, amikor a gróf félbeszakította, Özsennel megkezdett társalgását. Anastasie, kérem, maradjon itt, kiáltott ingerülten, hiszen tudja, hogy jövök, vágott szavába az asszony, csak egy perc, amíg elmondom Maximnak, amivel meg akarom bízni. Mindjárt visszajött. Mint minden asszony, aki kénytelen figyelni férje jellemét, hogy úgy viselkedhessen, hogy kedvet tartja,
és pontosan tudja, meddig mehet el anélkül, hogy elveszítené a férje értékes bizalmát, és sohasem ellenkezik vele az élet apró dolgaiban. Rösztóné a gróf hangjának színéből megértette, hogy nem lenne nyugta, ha Budaárban marad. Ez a váratlan kellemetlenség, amit Özsen okozott. Ezért a grófné haragos arccal és mozdulattal mutatott a diákra, mire Maxim csípősen így szólt a társasághoz. Úgy látom, el vannak foglalva, nem akarok alkalmatlankodni. Ajánlom magam. És már ment is. Maradjon, Maxim, szólt utána a gróf. Várom ebédre, mondta a grófné. Megint magukra hagyta a grófot és Özsent, és kiment Maxim után az első szalomba. Ott elég soká maradtak együtt, azt hitték közben Rösztó gróf módját ejti, hogy útnak eressze Özsent. Rászinyak hallotta, amint hol nevetnek, hol csevegnek, majd elhallgatnak. De a furfangos diák szellemeskedett Rösztó úrral, hízelgett neki, nagy vitákba bonyolította, pusztán azért, hogy még láthassa a grófnét, és kiszimatolhassa, miféle összeköttetésben áll Gorió apóval. Rejtély volt előtte ez az asszony, aki nyilván szerelmes Maximba. Újja körül forgatja férjét, s ráadásul titkos kapcsolatot tart az öreg tésztagyárossal. Be akart hatolni ebbe a rejtélybe, mert azt remélte, így módon kotlátlanul uralkodhat e fölött az izig-vérig párizsi asszony fölött. Anastasi! Szólította a gróf ismét a feleségét. Sajnos, Maxim, mondta az asszony a fiatalembernek, bele kell törődnünk ma este. Remélem, Nazi, súgta fülébe Maxim, kiteszi a szűrét ennek a fickónak. Csak úgy parázslott a szeme, mikor magán szétnyílt a pongyola. Vallomásokkal ostromolná, hírbe keverné magát, és én kénytelen lennék megölni őt. Elment az esze, Maxim, mondta a grófné. Hiszen egy ilyen diákocska legjobb villámárító, éppen arra akarom felhasználni, hogy ellene úszítsam a férjemet. Maxim elnevette magát és távozott. A grófné az ablakból nézte, hogy kocsiába száll, és ostorával suhantva elindította a lovát. Csak akkor ment vissza a szalomba, amikor a nagykapu bezárult. Hallja csak, kedvesem, újságolt a gróf, amikor a felesége belépett. Rasznyák úr családja nem messze lakik Vartitől, a Sarant partján. Az ő nagybátyja és az én nagyapám ismerték egymást. Nagyon örülök, hogy ismerősök kerültek össze, mondta szórakozottan a grófné. Nem is képzeli mennyire, mondta halkan Özsen. Hogy-hogy? Kérdezte élénken a grófné. Úgy válaszolta a diák, hogy az imént láttam elmenni innen egy urat, Gorió papát, aki közvetlen szomszédom a panzióban, ahol lakom. A papa szó hallatára a gróf, aki a tüzet piszkálta, a kandallóra dobta a piszkavasat, mintha megégette volna kezét, és felállt. Uram, mondhatta volna úgy, hogy Gorió úr! Férje ingerültségét látva a grófné előbb elsápadt, majd elpirult, szemmel láthatóan zavarban volt. Igyekezett természetes hangot megütni, és erőltetett könnyedséggel mondta. Nincs senki, akit jobban szeretnék nála. Félbeszakította magát, zongorájára nézett, és mintha valami szeszélyes ötletet támadt volna, így szólt. Szereti a zenét, uram? Nagyon, felelt Özsen. Elpirult. Úgy érezte, súlyos ostobaságot követett el. Énekel? Kérdezte a grófné, és a zongorájához ült, a mély C-től a magas F-ig végig futtatva kezét a billentyűkön, glisszándó. Nem, asszonyom. Rösztó gróf fel alá járt a szobában. Kár megfosztani magát a siker hatalmas eszközétől. Káro, káro, non... Dubitare, énekelt a grófné. Azzal, hogy kiejtette Gorió apó nevét, újból varázspálcát suhogtatott meg Özsen, de éppen ellenkező hatást ért el vele, mint a Boissonné rokona szavakkal. Olyan helyzetbe került, mint akit szívességből elvisznek egy régiséggyűjtőhöz, s véletlenségből úgy meglök, egy szobrocskákkal megragott polcot, hogy 3-4 rosszul odaerősített fej legurul. Föld alá szeretett volna süllyedni. Rösztóné
rideg és fagyos lett, közönyessé vált szeme kerülte a mafla diák tekintetét. Asszonyom hajolt meg, Özen, önnek beszélni valója van a férje urával, fogadja mély hódolatomat és engedelmével. Valahányszor eljön, mondta gyorsan a grófné, egy kézmozdulattal félbeszakítva Özent, legyen meggyőződve, örömet okoz nekem és Rösszó grófnak. Özen mély meghajlással búcsúzott a házaspártól, szabadkozás ellenére Rösszó gróf kikísérte az előszobáig. Valahányszor ez az úr jelentkezne, mondta aztán Morris Inasnak, sem a grófné, sem én nem vagyunk itthon. Amikor Özen a kijárathoz ért, látta, hogy esik. Na, gondolta magában. Itt ma olyan ügyetlenséget követtem el, aminek sem az okát, sem a horderejét nem ismerem. Ráadásul tönkre teszem a ruhám meg a kalapom. Jobban teszem, ha otthon kuksolok, magolom a jogot, és csak arra gondolok, hogy jóra való hivatalnak váljék belőlem. Hogy járjak társaságba, hogy lépjek fel ott illendően, hiszen ahhoz nélkülözhetetlen kellékekre kéne szert tennem. Hintóra, lakcipőre, aranyláncra, már kora reggel, és viselendő, kófehér szarvasbőr kesztyűre, aminek párja 6 frank. Este pedig mindig sárga kesztyűt kell viselni. Hely, öreg Gorió! Ahogy kiért az utcai kapu elé egy bérkocsis, aki alkalmasint új házasokat vitt, és szívesen csinált volna néhány fekete fuvart gazdája rovására intett Özennek, látva, hogy fekete ruhában, fehér mellénnyel, sárga kesztyűben, lábán fényezett cipővel eserni nélkül gyalogol. A diákon erőt vett az a sikeddű, amelynek hatására egy fiatalember egyre lejjebb ereszkedik abban a szakadékban, amelybe betévett, remélve, hogy végül rátalál a kivezető útra. Özen a kocsis szótlan kérdésére beleegyező fejbólintással felelt, noha nem volt több a zsebében 4 franknál. Bejut a kocsiba, ahol néhány narancsvirág szirom és néhány darabka aranyfonal arra vallott, hogy csak ugyan új házasokat vitt az előbb. Hová tetszik? Kérdezte a kocsis, akinek kezén már nem volt fehér kesztyű. Na, ha már benne vagyok, gondolta Özen, legalább legyen valami hasznom a dologból. A Bozian palotához, mondta hangosan. Melyikhez? Fölényes kérdés zavarba hozta a diákot. Az újdonsült világfi nem tudta, hogy 2 Bozian palota létezik. Nem tudta, mennyire bővelkedik rokonokban, akik nem törődnek vele. Bozian vikomthoz lakik a Gréné utcában, bulintott a kocsis. Van ám Bozian grófnak és Bozian Márkinak is palotája a Szam Dominik utcában, jegyezte meg felhúzva a ágcsót. Tudom, válaszolt szárazon Özen. Ma mindenki gúnyolódik rajtam, mondta magában, és az előső párnás ülésre dobta a kalapját. Ez a kiruccanás jó csomó pénzembe fog kerülni, de legalább igazán főúri módon látogatom meg úgynevezett unokanővéremet. Gorió apó már is legalább 10 frankomba kerül, a vén gazfickó szavamra. Elmondom a kalandomat Bozianénak, hát ha megnevettetem vele. Ő bizonyára ismeri a farkatlan öreg patkány és a szépasszony bűnös viszonyának titkát. Jobb, ha az unokanővérem tetszését vívom ki, mintha belébotlom ebbe a ledér asszonyba, aki úgy nézem, igen nagy igényű. Ha a szép Pikontné neve olyan hatalmas, mekkora súlya lehet a személyének? Terünk magasra. Ha meg akarjuk vívni az eget, az Úristent kell célba vennünk. Ez a néhány szó rövid foglalata annak az ezernyi gondolatnak, amelyek közt hánykolódott. Látta, hogy esik, ez valamennyire visszaadta nyugalmát és biztonságérzetét. Gondolta, el is herdál 2-t, a néhány becses 5 frankosa közül. Megéri, mert ruháját, cipőjét és kalapját óvja meg vele. Jó kedve derült, amikor meghallotta a kocsis kiáltását. Kérem a kaput!
Vörös arany Libériába öltözött portás tárta ki a palota kapuját, és Özsen jóleső elégtétellel érezte, hogy a kocsija a kapubolton át begördül az udvarra, ott megfordul és megáll az oszlopos tornác védő teteje alatt. A vörös szegélyes kék lebernyeget viselő kocsis leeresztette a kocsi ágcsóját. Özsen, ahogy kiszállt, elfojtott nevetést hallott a tornác felől. 4-5 inas élcelődött. A lakodalmas kocsi otrombassága nevetésük okát tisztán látta a diák, amikor ezt a kocsit összehasonlította Párizs egyik legelegánsabb pintójával. 2 tüzes ló volt eléje fogva, fülük mellett rózsák, díszlettek, zablájukat harabdálták, és meg is ugrottak volna, ha a hajporos, nyakra valós kocsis féken nem tartja őket. A Chaussée d'Antenne-en Örösztó grófné udvarán egy 26 éves fiatalember könnyű bricskája állott itt. A Saint-Germain negyedben nagyúri fényűzésre vallott ez a pompás hintó, amelyet 30 ezer frankért sem lehetett volna megvásárolni. Ki lehet itt, tűnődött Özsem. Kis jelkésre látta be, hogy Párizsban bajosan akadhat nő, aki ne lenne lefoglalva, s hogy egy királynők meghódításához ifjonti vére egymagában kevés, ördögatta, alig hanem az unokanővéremnek is megvan a maga Maximia. Gyötődve ment fel a tornácra, látta az inasok, kitárják az üvegezett ajtót, és komoran álltak, mint a szamár, ha a hátát vakarják. Az esti, amelyen részt vett, a palota földszinti nagy fogadó termében zajlott. Mivel nem ért rá, hogy a meghívás és a bál közti időbe tiszteletét tegye unokanővérénél, még nem járt Bozionné otthonában. Így hát most első ízben látta az előkelő hölgy lelkéről és szokásairól tanúskodó egyéni elegancia csodáit. Fokozta a tanulmány érdekességét, hogy összehasonlításul kínálkozott Restoné szalonja. A Vicomte-né csak 16:30-kor mutatkozott. 5 perccel előbb bizonyára nem fogadta volna fiatal rokonát Özsent, aki mit sem tudott a párizsi etikett szabályairól, és akit a virágdíszes, aranyozott, korlátos, piros szőnyeges fehér márvány lépcsőn vezettek fel Bézoannéhoz. A fiatalember nem ismerte a Vicomte-né közszájon forgó történetét, pedig azokhoz a mendemondákhoz tartozott, amelynek különféle változatait estéről estére suttogva adják tovább Párizs szalonjaiban. A Vicomte-nét 3 éve mély vonzalom fűzte egy híres és dúsgazdag portugál főnemeshez, Ahuda Pinto Márkihoz. Ártatlan viszony volt. Az ilyen vonzalmak annyira betöltik az érdekelt feleket, hogy nem tűrnek meg harmadik szemét. Bozian Vicomte maga adott példát a közönségnek azzal, hogy akarva nem akarva szemet hunyt a morganitikus viszony előtt, akik a barátság első napjaiban 2 órakor látogatták meg a Vicomte-nét, ott találták Ahuda Pinto Márkit. Bozianné nem záratta el ajtaját, ez súlyos illetlenség lett volna. De oly hidegen fogadta a látogatókat, és oly buzgó érdeklődéssel vizsgálta szobája mennyezetét, hogy mindenki megértette, mennyire zavaró az ott léte. Mikor Párizsban híre ment, hogy Bozian Vicomte-nénak terhére van az, aki 2 és 4 közt látogatja meg, többé senki sem zavarta magányában. A Vicomte-né férje és hódolója társaságában járt színházba vagy operába, de Bozian volt annyira tapintatos, hogy magára hagyta feleségét a portugállal, miután elkísérte őket. Ahuda házasodni készült. Egy rosvit kisasszonnyal járt jegyben. A tervezett házasságról az egész előkelő társaságban csak egy valaki nem tudott, ez a valaki Bozianné volt. Egy másik barátnője ugyan célozgatott rá, de ő csak nevetett abban a hiszemben, hogy barátnői meg akarják bolygatni irigyelt boldogságát. Közben már közeledett a kihirdetés ideje. A szép portugál azért jött, hogy a Vicomte-nénak bejelentse házasságát, de eddig egy árva szót sem mert szólni róla. Vajon miért? Semmi kétség, nincs nehezebb,
mint ilyen ultimátumot terjeszteni egy nő elé. Némely ember jobban érzi magát a vívóporondon ellenfele előtt, akit tört szeges szívének, mint szemtől szemben egy asszonnyal, aki 2 óra hosszat panaszkodik, aztán ájuldozik, úgyhogy élezgetni kell. E pillanatban tehát Ahuda Pinto tűkön ült és távozni akart, azzal biztatva magát, hogy Bozianné úgyis megtudja az újságot, majd ír neki, elvégre kényelmesebb levelezés útján elintézni ezt a gáláns hóérmunkát, mint élő szóval. Mikor a vikomtné komornyikja bejelentette Özen de Rastignac urat, Ahuda Pinto megremegett örömében. Tudnivaló, hogy a szerelmes nő találékonyabb, ha gyanakvásra keres okot, mint amilyen élelmes a gyönyörök hajszolásában. Mikor ott tart, hogy el akarják hagyni, gyorsabban felfogja egy mozdulat értelmét, mint ahogy Vergilius paripája megszimatolja a távoli hímport, amely a nászt ígéri neki. Természetes hát, hogy Bozianné is észrevette ezt az önkéntelen, könnyed, de naív őszintességével ijesztő mozdulatot. Özen nem tudta, hogy Párizsban senkihez sem szabad beállítani anélkül, hogy az ember a ház barátaival el ne mondassa magának a férj, a feleség, a gyermekek történetét, ha nem akar elkövetni hatalmas batlövést, amelyekről Lengyelországban képletesen azt szokás mondani, fogj 6 ökröt a szekered elé. Nyilván azért, hogy kihúzasd magad a kátyúból, amelyben megfeneklettél. Hogy Franciaországban még nincs nevük az ilyen társalgási baleseteknek, bizonyára azért van, mert szinte elő se fordulhatnak. Oly óriási nálunk az emberek megszólásának nyilvánossága. Mint hogy már egyszer kátyúba került Restonénál, aki annyi időt se adott neki, hogy befogja maga 6 ökrét, csak Özen volt rá képes, hogy most, amikor Bozianné-nál vizitelt, újra kezdje az ökörhajtást. Míg azonban Rösszönének és Trajé úrnak szörnyen terhére volt, most Ahuda urat szerencsésen kihúzta kínos zavarából. Amidőn ugyanis Özen belépett a szürke és rózsaszín tapétás kacérszalomba, ahol a pompa igazi eleganciának hatott, a portugál hirtelen elköszönt a háziasszonytól, és az ajtó felé sietett. Mi lesz ma este? Kérdezte Bozianné hátrafordulva Márki felé. Nem megyünk Buffonba? Én nem mehetek, mondta a férfi, és a keze már a kilincsen volt. Bozianné felállt, és visszahívta Márkit, ügyet se vetve Özenre, aki a csodás gazdagságtól káprázó szemmel állt ott, azt hitte, az 1001 éj meséit látja megvalósulva, és nem tudta, hová bújjék-e hölgy jelenlétében, aki nem vett róla tudomást. A vikomtné felemelte jobb keze mutatóját, és kecses mozdulattal helyet mutatott a Márkinak. Olyan parancsoló erő volt ebben a mozdulatban, hogy a Márki engedte az ajtókilincset, és odament hozzá. Özen nem csekély irigységgel nézte, lám, mondta magában a hintó gazdája, hát tüzes lovak kellenek, lakájsereg és tömérdek arany, hogy magunkra vonjuk egy párizsi szépasszony figyelmét. Szíven ütötte a fényüzés démona. Megszállta a nyereség láza torkát, kiszárította az aranyszomj. Negyedévre 300 frankja volt. Apja, anyja, testvérei, nagynénje összesen 200 frankot se költöttek havonta. Jelenlegi helyzetére és elérendő céljára gondolt, az összehasonlítás végképp elkábította. Miért nem jöhet színházba? Kérdezte nevető arccal a vikomtné a portugáltól. Fontos dolgom van, az angol nagykövetnél vacsorázom. Hagyja ott! Ha egy férfi csal, kénytelen össze-vissza hazudozni. És ez az óhaja? Kérdezte nevetve. Persze. Csak ezt akartam hallani, felelte a Márki, és gyöngét pillantása minden más nőt megnyugtatott volna. Kezet csókolt,
és távozott. Özsen végig simított a haján, és mélyen hajbókolt, gondolva, hogy Bozi Anné most már majd törődik vele. De az asszony hirtelen felugrik, kisiet a folyosóra, az ablakhoz szalad, nézi, ahogy Ahuda a kocsiába száll, hallgatózik, s hallja a parancsot, amelyet az inas továbbad a kocsisnak. Rosfid úrhoz ez a két szó és a mód, ahogy Ahuda a kocsiba vetette magát, villámlás és mennydörgés erejével érte az asszonyt. Halálos felindultsággal ment vissza a szalomba. Ilyenek az előkelő világban a legszörnyűbb katasztrófák. A vikomt néha hálószobájába vonult, asztalhoz ült, és csinos levélpapírt vett elő, ezt írta. Mivel, hogy nem az angol nagykövetségen, hanem Rosfidéknál vacsorázik, magyarázattal tartozik nekem. Várom!